A villamos energia ma már része mindennapi életünknek. Az ember egyik legfontosabb segítőtársa lett. Ugyanez az energia azonban magában hordja az életet fenyegető veszélyeket is. Hazánkban igen nagy a halálos áram okozta balesetek száma. Kétes dicsőség, de ez a szám évek óta a világ átlag kétszerese, sőt 1980-ban a háromszorosa volt. Az 1 millió lakosra jutó halálos villamos balesetek előfordulási helyek szerinti összehasonlításában a lakó és a felvonulási területeken háromszor annyian haltak meg, mint a világátlag. A sérülések nagy részét a gondatlanság vagy a hozzá nem értés okozza. Áramütés esetén az emberi szervezet hidalját a feszültség alá került test és a föld, vagy egy másik megérintett vezető közti potenciál különbséget. Itt például az áramforrás felől érkező vezetékvékhez is villásdugót szereltek dugaszoló ajzat helyett. Ez a tiltott szerelési mód okozza a gyerek balesetét. Villamos készülék használata közben ne nyúljunk földelt fémszerkezethez, mert ha a készülék teste zárlatos lesz, ez fokozza a baleset súlyosságát. Fürdőkádban ülve villamos készüléket használni, vagy akár hozzányúlni is életveszélyes. Összegezve 10 év hazai áram okozta baleseteinek számát, kiderül, hogy az évi több mint 5000 balesetből csaknem 100 az emberéletet követelő tragédia. A halál beáltát háromnegyed részben áramütés, negyed részt például az elesések következtében fellépő sérülések és elenyésző százalékban égési sérülések okozzák. A villamos biztonság technika egyik területe az érintés elleni védelem. Feladata az üzemszerűen feszültség alatt álló részek megérintéséből származó balesetek megakadályozása. Ez történhet például tokba való zárással, vagy szigetelésekkel. A másik terület az érintésvédelem, mely az üzemszerűen feszültség alatt nem álló, de meghibásodás esetén feszültség alá kerülő villamos vezető anyagú testet, tehát a megfogható részeket érintő embert, védi a létrejövő áramütéstől. Az érintésvédelmi intézkedések egy része a gyártmányokra, a másik része a létesítésre vonatkozik. Az érintésvédelmi osztályok a készülékek gyártási felépítési megoldását jelzik. A hármas osztály a törpefeszültség, ide tartoznak például a gyerekjátékok. A kettes érintésvédelmi osztály a kettős szigetelés. Ez tartalmazza a kézi szerszámok többségét és a háztartási kis gépeket. Az egyes osztályba tartoznak a vezetékes érintésvédelmet igénylő készülékek. Ilyenek például a villamos fűtésű berendezések is. Ezen készülékek érintésvédelmét a hideg padlójú helyiségekben, valamint padlótól függetlenül ott, ahol nagyobb fémtárgy, például vezetékes gáz vagy központi fűtés található, a kiépített védővezetőkhöz való csatlakoztatással kell megoldani. A nulla osztály az érintésvédelem nélküli berendezéseket tartalmazza. Az érintésvédelmi módok a létesítésre vonatkozó intézkedések. Alkalmazni lehet törpefeszültséget, különböző szigeteléseket, burkolást, védőelválasztást, valamint védőföldelést, nullázást és áramvédő kapcsolást. Az érintésvédelmi osztályok és az érintésvédelmi módok között összefüggés van. Az 1981-ben kiadott kommunális és lakóépületek érintésvédelmi szabályzata, röviden a KLÉSZ, tételes előírásokat ad a vezetékes érintésvédelmi módok alkalmazásáról. Ez a szabályzat a közcélú kisfeszültségű elosztóhálózatról ellátott fogyasztói vezetékhálózatokra és fogyasztóberendezésekre vonatkozik. Ide tartoznak a lakásokon kívül a kereskedelmi és szolgáltató épületek, az oktatási létesítmények,
a művelődési épületek, uszodák, családi és társasházak, magánerős építkezések. Valamint gyógyászati helyiségek, melyekre az egészségügyi ágazati szabvány további előírásokat is ad. Filmünk három érintésvédelmi móddal, a védőföldeléssel, a nullázással és az áramvédőkapcsolással foglalkozik részletesen. A földelés és ezen belül a védőföldelés szinte klasszikusnak számító érintésvédelmi megoldás. Ha zárlat esetén feszültség alá került testet ember érint, halálos áramütés érheti. Védőföldelés kiépítésekor a földelő vezetőnál záródik az áramkör, és a zárlati áram az előírt időn belül kioldja a biztosítót, a gép testén pedig megszűnik a veszélyes érintési feszültség. Elsősorban kis teljesítményű berendezések védelmét lehet megoldani ezzel a módszerrel, mert nagyobb áramerősségű biztosítók gyors kiolvasztására a földelés általában nem alkalmas. A Klész előírása szerint épületeknél védőföldeléses érintésvédelem csak akkor alkalmazható, ha a nullázásos érintésvédelem létesítésére sem külső, sem a belső feltételek nem adottak. Földelő védővezetőként szolgálhat a kiépített fém víznyomó csőhálózat is. Az épület alapozás vasalását földelés céljára fel kell használni. Biztosítani kell a védővezetőkhöz való csatlakoztatás lehetőségét. Családi házak vasbeton alapozásánál ugyanezt a megoldást kell alkalmazni. A Klész értelmében elsősorban nullázni kell. Lényege, hogy a védendő készülék testét egy nullázó védővezetőn keresztül összekötjük a nulla vezetővel. Nagy előnye, hogy a védőföldeléshez képest nagyságrenddel nagyobb zárlati áramok lépnek fel, és így nagyobb áramerősségű biztosítók is kiolvaszthatók az előírt időn belül. A nullázás csak akkor használható, ha a külső vagy legalább a belső feltételei teljesülnek. A külső feltételeket az áramszolgáltató akkor teljesíti, ha a hálózaton fellépő földzárlat tartósan nem emeli meg a lakás nulla vezetőjének potenciálját. Ha a potenciál tartósan megemelkedik, nem teljesülnek a nullázás külső feltételei. Ahol nem teljesíthető a nullázás külső feltétele, ott a belső feltételeket kell megteremteni. Ez úgy oldható meg, hogy összekötjük az épület különböző fémcső vezetékeit, a nulla vezetőt és a beton alapföldelést. Ez lényegében azonos az egyenlő potenciálra hozás kialakításával, röviden EPH-val. Az összekötéseket az épületek pince vagy szerelőszintjén kell elkészíteni, ahol együtt vannak a beérkező közművezetékek. Ide a nulla vezetőn és az erről leágazó nullázó vezetőn keresztül csatlakoznak a dugaszoló ajzatok védőérintkezői és a helyhez kötött fogyasztóberendezések testei. Az EPH rendszerbe be kell kötni a fürdőkádakat is. Ha a nullázásnak sem a külső, sem a belső feltételei nem teljesülnek, a testzárlatos nullázott berendezés is életveszélyes áramütést okozhat. Az egyenlő potenciálra hozás, vagyis a nullázás belső feltételeinek megteremtésével ugyanez a zárlat nem jár balesettel. Azokon a szakaszokon, ahol a nulla vezető keresztmetszete legalább 10 négyzetmilliméter, a védővezetőt nem kell külön választani. 10 négyzetmilliméternél kisebb keresztmetszetű nulla vezetőnél külön védővezetőt kell kiépíteni. A védővezető színjelölése a korábbi szereléseknél piros, ma már kötelezően zöld-sárga.
A lakások új típusú főelosztó táblái alkalmasak a védővezetőnek a nulla vezetőről való leágaztatására, valamint családi házaknál az EPH bekötésére is. Ha a nulla vezető feszültség alá kerül, a hozzákötött, azaz nullázott berendezések teste is feszültség alatt lesz. Lényeges tehát a nulla vezető potenciálját földpotenciálon tartani, azaz leföldelni. A földelések számának növekedésével csökken az érintési feszültség a készülékek testén. A nullázott vezetékek földelésének fontos szerepük van a nulla vezető szakadásakor is. A berendezések ilyenkor érintésvédelem nélkül maradnak, sőt, ha egyfázisú készüléket kapcsolnak be, akkor feszültség alá kerül a nulla vezető szakadás utáni szakasza, és valamennyi olyan nullázott készülék teste is, amely erre a vezeték szakaszra van kötve. Régi épületeknél, amennyiben az áramszolgáltató nem tudja biztosítani a nullázás külső feltételeit, a felújítással egy időben kell megteremteni a belső feltételeket. A nulla vezetővel egyesített földelőhálózat, röviden NEFH, tulajdonképpen egyenlő potenciálra hozás, amelyet olyan épületben létesítenek, ahol a belső hálózat nullázott. Az összekötést csak az áramszolgáltató engedélyével lehet elvégezni. Az áramvédő kapcsoló úgy működik, hogy a védett készülék táplálására szolgáló vezetőket egy összegző transzformátor vasmagján fűzik keresztül. Testzárlat esetén gerjed a vasmag, emiatt áram keletkezik a rajta lévő szekundertekercsben, ami működteti a kikapcsoló relét. A zárlat esetén jelentkező hiba áram elvezetésére földelést vagy nullázást egyaránt alkalmazhatunk. Nullázásos érintésvédelemnél a védővezetőt a nullavezetőről, annak keresztmetszetétől függetlenül az áram védőkapcsoló előtt kell leágoztatni. Amikor az áramvédőkapcsolót a teljes lakás érintésvédelmére használjuk, akkor a mért fővezetékbe kell beiktatni, és a fogyasztói főelosztó táblára vagy annak közelébe kell felszerelni. Ha az áramvédőkapcsoló egy-egy fogyasztóberendezés, esetleg áramkörök védelmére szolgál, akkor a főelosztó tábláról táplált vezetékbe kell bekötni. Ha egy fogyasztókészülék, például a forróvíztároló külön fogyasztásmérőre csatlakozik, akkor az áramvédőkapcsolót a főelosztó közelébe helyezik el. A méretlen vezetékbe kell beépíteni, ha a külön mérőkről táplált készülékek közös védelmét akarjuk biztosítani. Ha minden fogyasztókészüléknek külön áramvédő kapcsolója van, célszerű ezt közvetlenül melléjük elhelyezni. A kerti kisgépek esetében az őket tápláló vezeték leágazási helyére kell beépíteni. Fokozottan jelentkezik az áram okozta balesetek veszélye az építkezések területén. Ezért az EVN az állami építőipari vállalatok részére kötelezővé tette a tipizált felvonulási villamos energiaellátási szekrények használatát, melyek mindegyike tartalmaz áramvédő kapcsolót. A
szekrények üzembe helyezésekor, ha a betáplálás nullázott hálózatról történik, ugyanúgy, mint az épületeknél, egy kapocs segítségével egyesíteni kell a földelő és a nulla vezető. A magánlakás építés arányának növekedésével e terület villamos baleseteinek száma is növekedett. Ezért a Klész 1984. január 1-től itt is, akárcsak az állami építkezéseken, kötelezővé teszi az áramvédő kapcsolót tartalmazó felvonulási villamos energiaellátási szekrények használatát. Az érintésvédelem célja az áram okozta balesetek megelőzése. A szakemberek feladata olyan magas színvonalú érintésvédelmi körülmények megteremtése, hogy jelentősen csökkenjen az oly sokszor tragédiát okozó balesetek száma.